Marad az éves szaldó elszámolás a napelemekre beruházó családoknál. A kormány a magyar családok érdekeit szem előtt tartva Brüsszel elvárásaival szemben módosította a korábbi döntését. Sok ezer család lélegezhet fel a háború és az energiaválság idején, mivel ők így havonta átlagosan mintegy 20 ezer forintot takarítanak meg az áramköltségeiken. Zoltán is vendége folytatja. A Fiatal Családosok Klubjának és a Zöldkövet Egyesületnek az elnöke Király Nóra a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azután, hogy napvilágot látott a hír, hogy 2024. januárjától az eddig telepített napelemesekre is vonatkozna, nagyjából 200 ezer háztartást érint az az új rendszer, ami szerint az éves szaldó elszámolást fölváltja majd a havi, vagy éppen a bruttó elszámolás. Milyen visszajelzéseket kaptak önök a szervezetükön keresztül? Ugye a két szervezetünkkel is érintettek vagyunk a témában, hiszen egyrészt a családokat képviseljük, másrésztről pedig elhivatott környezetvédők vagyunk. Több napelemes és energia csoportban, Facebook csoportban benne vagyunk kolléganőimmel együtt, és hát gyakorlatilag felrobbantak ezek a Facebook csoportok, amikor ez a hír napvilágot látott, és hát rengeteg panasz, felháborodott írást kaptunk a különböző csatornáinkon is, és egyből elkezdtünk foglalkozni ezzel a témával, hiszen mi is úgy láttuk, hogy ez nem annyira jó egyrészt a családok szempontjából sem, másfelől pedig a környezetvédelmi törekvéseinket is visszavetette volna ez a dolog, hiszen innentől kezdve nem lettek volna érdekeltek azok az emberek sem, akik az elmúlt években több millió forintot beruháztak ezekre a napelemekre, hogy spóroljanak, hogy minél több áramot termeljenek a napnak a segítségével, úgyhogy itt mindenféleképpen lépni kellett, és mivel is kezdtük a tárgyalásokat, egyfajta lobby tevékenységet annak érdekében, hogy ne érje kár a családokat, és ne érje kár a környezetvédelmi törekvéseket. Több szakmai szervezet is sikerként értékelte azt, hogy erre a 200 ezer háztartásra nem vonatkozik majd januártól, tehát maradhat az éves elszámolás. Gyakran éri vád a kormányt amiatt, hogy ignorálja a különböző civil szervezeteknek a véleményét, vagy éppen azok működését. Önök mit tapasztaltak az egyeztetések során? Mi most is ennek ellenkezőjét tapasztaltuk, de mi évek óta mondjuk, hogy ez nem így van, csak különböző médiumok, illetve különböző beállítottságú emberek ezt nem szokták elhinni. A kormány igenis és folyamatosan egyeztet civil szervezetekkel, sőt az emberekkel is, és igenis és meghallgatja a véleményüket. Ez így van egyébként az elmúlt 13 év családtámogatásaival is. Rengeteg olyan intézkedés volt, amit a családszervezetek véleménye alapján módosítottak, tettek jobbá, vagy akár töröltek el, hiszen ami nem működik, az kár erőltetni. És most is ez volt, hogy igenis és meghallgatták a civil szervezetek véleményét, mi ugye az embereknek a véleményét tolmácsoltuk, és gyakorlatilag így született meg ez a döntés. Tehát ezt nagyon fontos kiemelni, hogy igenis és a kormány tisztségviselői nem egy íróasztal mögül találják ki a különböző szabályokat, hanem az emberek véleményét meghallgatva. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy akár utólag korrigálva is képesek változtatni egy-egy döntésem. Elnök asszony, beszéljünk arról, kérem, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy maradhat az éves szaldó elszámolás, hiszen akik nem rendelkeznek napelemes rendszerekkel, akik nem foglalkoznak napi szinten a megújuló energiák felhasználásával, ők nem biztos, hogy tudják, hogy ennek milyen következménye lett volna, vagy hogy mit jelent az, hogy akik eddig telepítettek napelemeket és számoltak mondjuk egy megtérülési idővel, azok most akkor 2024. januárjától milyen helyzetben lesznek. Igen, tehát azt kell tudni, ugye, hogy nyáron sokat süt a nap, akkor rengeteg energia termelődik egy háztartásban, télen pedig kevés, annyira kevés, hogy nem is termeli meg egy adott hónapnak az energia szükségletét általánosságban nézve. De akik az elmúlt 10 évben beruháztak ezekre a napelemekre, ugye ezt a kormány is nagyon propagálta és támogatta komoly összegekkel is azokat a családokat, akik erre beruháztak, több millió forint egy ilyen napelemparknak a kiépítése, azok azért vállalták ezt, hogy ne kelljen fizetniük egész évben az energiáért, és az kormány, az állam átvállalta azt, hogy a nyáron termelt sok-sok energiát megvásárolta, és gyakorlatilag jóváírta a téli hónapokra. Tehát így egy olyan 10 éves megtérülési idővel lehetett számolni, meg az ember lelke az jó, amikor egy megújuló energiát használ fel azért, hogy a háztartását működtesse. És igazából ez változott volna meg, egy EU-s jogszabályra hivatkozva, egy EU-s nyomás, ami egyébként egy másik érdekes kérdés, hogy
hogy az EU ugye mondja, hogy ők a nagy környezetvédők, meg hogy a zöld politika így úgy amúgy, közben pedig olyan jogszabályokat hoznak, amik épp az ellentétét érik el, hiszen innentől kezdve az emberek nem lesznek érdekeltek abban, hogy napelemet telepítsenek. És az új rendszerrel gyakorlatilag azt értük el a lobby tevékenységükkel, hogy a téli hónapokban se kelljen fizetni, mert ugye az új rendszerrel azért egy olyan 20-30 ezer forintot kellett volna a téli hónapokra fizetniük a családoknak, és gyakorlatilag nem érte meg az, hogy a nyári hónapokban pedig többet termeljenek az állam egyéb szegmensei számára. Ön a Zöld Követ Egyesületnek is az elnöke, amely egyesület már az iskolás korban elkezdi azt a tevékenységét, amivel felhívja a fiatalok figyelmét, hogy fontos a környezet megóvása, a megújuló energiáknak a térnyerésére felhívja a figyelmet, illetve hát arra, hogy miért fontosak ezek. Csak azért hozom ezt fel, mert kíváncsi vagyok, mint a Zöld Követ Egyesület elnökének, hogy mi a véleménye, mert ugye a diskurzusok nagyjából arról szólnak, hogy van egy gazdasági része ezeknek a rendszereknek a telepítésének, annak a megtérülése, de hát van egy környezeti haszon is, amit hogyha valaki telepít egy ilyen napelemparkot, akkor még hogyha most a megtérülési idő majd a 24 januárja után telepített napelemeknél jóval hosszabb is lesz, de mégiscsak szerepet vállal valaki abban, hogy a fosszilis energiahordozókról leváljanak. Ön mire számít a következő időszakban? Én bízom abban, hogy majd egyfajta támogatási rendszer ki fog alakulni a következő években, és hogy mégiscsak az emberek nem csak a környezettudatosság miatt, hanem anyagi okok miatt is bevállalják ezt a fajta beruházást, illetve hát, ahogy haladunk előre az időben egyre jobban fejlődik az ipar, fejlődik az energiaipar, és bízom benne, hogy azért ki fognak alakulni akár olcsóbb rendszerek, akár olyan támogatási formák, amik miatt a családoknak a jövőben is megéri majd megújuló energiát használni. Egy percünk van hátra a műsorban, még egy témát engedjen meg, hiszen szeptember 14-e és 16-a között demográfiai csúcsot rendeznek Budapesten, ahol a Fiatal Családosok Klubja is megjelenik elég terjedelmes hangsúllyal. A demográfiai adatokat tekintve egyfajta lendületet lehet tapasztalni az elmúlt 10-13 évben. Mi kell ahhoz, hogy ez a lendület megmaradjon? Hát egyfajta olyan családbarát közeg, ami az elmúlt 13 évben kialakult Magyarországon. Ez egy nagyon lassú folyamat, ugye 2010-ben 1,27 volt a termékenységi ráta, most olyan 1,59. Nagyon lassan lehet benne haladni, ráadásul mostanra a szülőképes nők száma is folyamatosan csökken, tehát kevesebb nőnek kell több gyermeket szülnie, én csúnyán mondva, viszont azt gondolom, hogy Magyarországon minden adott ahhoz, hogy egy családbarát közegben a fiatalok látva a jövőt biztos alapokon, otthon, munkahely, családvédelem, minden adott ahhoz, hogy gyermekeket vállaljanak a fiatalok, úgyhogy mi is azért dolgozunk civil szervezetként, és a mostani demográfiai csúcs is egy nagyon fontos része ennek a munkának, hiszen a világ minden részéről fognak jönni ide szakemberek, államférfik, államnők azért, hogy beszélgessünk erről a témáról, hiszen Magyarország élen jár a családpolitikában. Király Nórának köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.